Ilyen hangulatú könyvbemutatót tartottak az Óbudai Társas Körben. Az Olimpikonok vendéglőse című kötetben Fejér Miklós, óbudai díszpolgár, a sípos vendéglő tulajdonosának olimpikonokkal kapcsolatos anekdótáit gyűjtötte össze. A rendezvényen számos sportoló, művész gyűlt össze Miki bácsi tiszteletére, aki nem állta meg, hogy ne meséljen valamit. Sir Alex Ferguson óbudai kalandjait elevenítette fel. Kenyeres utcában lévő Pörpintő vendéglőbe jött egy csodálatos vendég. Hogy hívták? Akkor még nem volt Sir Alex Ferguson, a Temesvári TV-ben, az Aberdennek az edzője volt, Újpesten játszott meccset, és oda jött 82-ben vagy 83-ban, nem tudom, már ott volt. A Lajos utcában volt háromszor nálam a Sir. Úgyhogy hála a jó Istennek, Facebookon keresztül ismerő a legit sportvilágot. Hát, ha nem is egy országnak, de sok tízezer embernek is szerzett örömet a Gyonnán keresztül egy embert, akit köszönteni, ünnepelni jöttünk abból az alkalommal, hogy ő tényleg nagyon sokunkat tett boldoggá. Fejlődőt köszöntöm. Megszületett végre a könyv, amelyet Mezei Károly barátom, régi rádiós kollégám ír. Alapanyagot azt önök sokkal jobban ismerik nálam, Fejér Miklóst, akinek változatos és kalandos élete szerintem minden életút interjú készítőnek az álma, és hát aztán általa és az ő segítségével ismerhettem meg a magyar sport olyan kiválóságait, mint Kásás Tamást, Hegedűs Csabát. Nem egy új kelettől könyvnek a gondolata, ezt már 15 éve felvetettük. Barátaimat kértem, hogy győzködjük, amikor most igénybe vettem sportújságírókat, sportolókat, még államelnököt is igénybe vettem, hogy segítsenek. Miklós akkor hajthatatlan volt, azt mondta, még nem érzi úgy. Most a könyv létrejött, nagyon örülünk neki, szerintem jól szerkesztett, jó a könyv. Szerintem egy probléma van a könyvvel, hogy még a harmada nincs meg annak, ami a Miklós fejében van. Mindig odaült hozzánk, és árasztam, szórta, mint a gyöngyöket elénk a történeteket. Aztán közben még úgy láttam a szemem sarkán, hogy úristen, a Buzánszki ülott, tehát azért ez csodálatos volt. De abban a pillanatban, amikor az első ételt letették elénk, a Miklós abban a pillanatban fölállt és távozott. Életemben számtalan emberrel találkoztam, de kevés olyan nagyszerű, nyitott szívű, egy befogadó elmével megáldottad, mint Fejér Miklóssal. Nem. Hiába lett volna sokuk hivatása, célja az emberek szolgálata, mégis kevesen tettek többet nála, aki néhány jó szóval és kedves gesztussal mindig kész volt megadni azt, amire a hozzá betérőknek szüksége és támasza volt. Az Olimpikonok vendéglőse című kötetet számos képpel illusztrálták, és olyan történetek olvashatók benne, amelyek a nagyon gazdag magyar sporttörténelmünket még közelebb hozzák az olvasókhoz.